És akkor lássátok fel, én megérkeztem, itt vagyok. Ezt nézzétek. A tipp az jó volt, hogy tényleg itt van egy UV villamos. Úgy látom, hogy már csak lamptárnak használják. És itt van az ajtaja. Igen, hát megnéz a 6030-as UV. Kapaszkodók úgy látom, hogy megvannak. Na. És ott azt nézzétek, egy 49-es viszonylag tábla is van rajta. Na, hogy van. Kálvin tér, Lónyai utca, Eterre kelenfelé felül. Hát a 49-es most is majdnem ugyanezen az útvonalon jár, csak a Kálvin tér helyett a Deákig. És ott van rajta a BKV logó is, tehát egyetem ez egy BKV-s villamos volt, amíg még honnan máshonnan jöhetett volna. És ha már villamos, akkor ezt nézzétek. Ez pedig egy ilyen felső vezetéktartó oszlop. Hogy ez hogy került ide, az megint más kérdés, de ez egy felső vezetéktartó oszlop. Az biztos, hogy soha nem volt villamos, mert érnek egy, az egyik kertvárosi részen lévő mellékutcában vagyunk. Na szóval ma mégis az UV-ről annyit sikerült megtudni, hogy hát ott a telken lévők, tehát nem a telek tulajdonosáé, meg azért az épületi, ami ott van, hanem az valaki más tárolja ott, de akivel tudtam beszélni, hogy nem tudta megmondani, hogy pontosan ki a tulajdonosa, hogy csak letárolás miatt van. Úgyhogy az UV-s történet, az akkor az ennyi. Ez. Meg tudtuk így nézni kerítésen keresztül. Ez bárki megteheti, aki tudja, hogy hol van, de én most nem fogom elmondani. Bár végül is nem nehéz kideríteni egyébként, ugye érdemes, hogy tudom, már csak ez az egy villamoson. Akkor ennyi, akkor szóval megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!